országos roadshowra indult a Bozon busz. Arról az autóbuszos bemutató túráról van szó, mely a fizikát akarja népszerűsíteni a középiskolások közt. A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Kutatóintézete áll a projekt mögött, és a tudomány egy különleges szeletét mutatja meg, különleges módon. M. Kis Csaba riportja. Ez itt a Bozon busz, ők pedig azok a gyerekek, a budapesti mechatronikai szakközép diákjai, akik elsőként léphetnek a Bozon busz fedélzetére. Te mit tudsz a X Bozonról? Hát nem sok mindent. Meg nem hallottam. Semmit. Hi-ha. Lehetett így az iskolába menni a KFK-iba, és ott már, amikor még nem fedezték fel, akkor hallottam róla. Most hallottam először erről az egész Higgs bozon dologról. Hogy őszinte legyek, ez még a tanmenetben hátralévő rész, úgyhogy nem tudok sok új információval szorgálni. Mit adhat egy ilyen csodálatosan dekorált busz? Természetesen csodát. Az első ajtón szép sorban felszállnak a Higgs bozonból bukásra álló gyerekek, odabent történik valami, majd a hátsó ajtón már úgy lépkednek le, hogy mindent tudnak arról a fránya bozonról, vagy nem. Annyit tudunk, hogy a busz nagyon szép, tulajdonképpen a fizikai részével hát egyelőre még nem vagyunk teljesen tisztában. Legyünk őszinték, mi is, a Higgs bozon számunkra is rejtély, nagyjából csak annyit tudunk róla, hogy a világ legnagyobb hadron ütköztetőjében, valahol a francia-svájci határon fedezték fel, ami azt jelenti, hogy ugyan senki sem látta, de egy másodperc töredéknyi időre igazolva látták jelenlétét, azaz létezését. De szerencsére a bozonbusz körül mindig van valaki, aki tájékozottabb az átlagnál. Jelen esetben Horváth Dezső fizikus az, aki a Debreceni Egyetem professzor emeritusza, és nagyon jó mondatai vannak. A Higgs bozon arról nevezetes, egy olyan furcsa részecske, amelynek gyakorlatilag nincsen tulajdonságai, csak tömege. Az elemi részecske kvantumszámok jellemzik, a Higgs bozonnak minden kvantumszáma zérus. Világos, nem? Ha nem, akkor szálljunk fel újra erre a buszra. Mindent természetesen itt sem tudhatunk meg, és nem is ez a célja az ország iskoláit majd körbejáró busz kitalálóinak. A cél csupán csak annyi, hogy fölkeltsék az érdeklődést. A fizika ugyanis az egyik olyan rohamléptekkel fejlődő tudomány, amelynek eredményei alapvetően befolyásolják életminőségünket, mégis egyre kevésbé érdekli a fizika az embereket. Népszerűségi rangsorba, az utolsó helyen a kémia, és az utolsó előtti helyen áll a fizika. Mi azon aggódunk, hogy nem lesz, aki tanítsa az unokáinkat fizikára. Tehát a fizika tanári utánpótlás sajnos nagyon-nagyon szegényes. Már lasszóval kell fogni a tanárjelölteket, és nagyon alacsony a ponthatár, tehát gyakorlatilag gyenge alapképzéssel kerülnek be a tanárszakra. A száraz vizet, tehát olyan port, ami nedves, mint a víz, vagy a mágneses folyadékot, meg többek között a CERN-t bemutató nanotechnológiás busz, vitathatatlanul jó kezdeményezés. És mint hallottuk, a hiba nem a gyerekekben van, sokkal inkább az oktatási rendszerünkben. Bár tény az is, hogy a fizika és a természettudományok iránti érdeklődés visszaesése nem magyar, hanem világjelenség. Hogyha nem lesznek emberek, akik értenek a fizikához, akkor ez egyszerűen el fog senyvedni, nem csak a fejlesztése, hanem a használata is. Tehát egyszerűen nem ilyen sötét szifik regényekben lehet olvasni olyan világokról, amikor egyszerűen veszik a régi eszközöket, és nem tudják őket megjavítani az emberek, használni se. Egyszerűen azért, mert nincs, aki értsen hozzájuk.